Molnár Liza Szonyával, a György István Katolikus Általános Iskola sportolójával arról beszélgettünk, hogy egy leányzónak hogy jön ez a foci az életébe, hiszen azt tudjuk, hogy a testvéred focizik. Vele együtt kezdted? Igen, vele együtt kezdtem, és nekem nagyon megtetszett az a sportág, és úgy gondolom, hogy nem csak fiúk őzhetik a futballt, és szerintem egy nagyon jó sport. Milyen játékos vagy, mi a pozíciód? Baloldali csatár vagyok. És biztos a lábad? Tehát hogy érzed, hogy sok-sok gól van már benne, vagy még sok van előtted? Van sok gól benne, és azért baloldali csatár vagyok, mert ugye ballábas vagyok. Igen, tehát ez azért ritka. Melyik volt az első meccsed, amire úgy szívesen visszaemlékszel, ahol mondjuk az első gólt lőtted? Az első bajnokságom Törökszent Miklóssal volt tavaly, ahol ugye NB1-ben, ahol a csapat első gólját én rúgtam. És hogy lehet mondjuk kudarcokat elviselni? A sport ezt megtanította neked? Igen, megtanította, és vannak olyan pillanatok, ahol muszáj elviselni. Akkor nem vagy az a sírós? De. Más sportágat kipróbáltál már? Óvodás koromban birkóztam 2 évig. És az miért maradt abba? Meg is untam, és a foci jobban tetszett. De én azért úgy tudom, meg emlékszem is, hogy sok-sok olyan versenyen voltunk, amin egyéniben is megmutattad magad, nem csak tanulmányi versenyen, hanem sok-sok mindennel foglalkozál. Mesélj egy picit erről. Most az iskolai versenyek tekintve. Pénteken lesz a területi matek verseny, amire nagyon remélem, hogy bekerülök az országos döntőbe. És még lesz egy Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond nevű nyelvtan verseny. Mi a kedvenc tárgyad egyébként? A kedvenc tantárgyam a testnevelés, matematika és a történelem. És a történelemből mi érdekel legjobban? Igazából az egész, hogy mi történt régen. És hozzá is szoktál olvasni? Igen. Tanulmányi eredményeid milyenek voltak fél évkor? Kitűnő lettem, ahogy mindig kitűnő voltam. Suliban egyébként milyen vagy? Odafigyelsz, és akkor kevesebbet kell tanulni, vagy még pluszban is tanulsz, tehát szorgalmas vagy? Szorgalmas vagyok, és az órákon nagyon szoktam figyelni. És az osztályban, hogyha mondjuk valakinek segíteni kell, számíthat rád? Igen, számíthat. Testvéreddel jó testvérek vagytok? Nem. Mert kritikusai vagytok egymásnak? Mert hogy focisztok mind a ketten például. Hát néha, amikor veszekedünk, de néha meg jó testvérek vagyunk. Mi az, ami még előtted van? Mi leszel, ha nagy leszel? Van már valami elképzelésed? Igen, van, ő híres focista, szeretnék lenni, és orvos. Az orvos az honnan jön? Hát igazából szeretnék segíteni embereken, és nagyon jó szerintem. Tehát akkor nem azért jön, hogy sokat voltál beteg, és sokat láttál orvost, hanem akkor te szeretnél másokon segíteni. Igen. És vidám természet vagy? Hát lehet mondani úgy is. Éneklés mondjuk? Tehát mi az, ami nagyon messze áll tőled, hogy most egy népdalt kellene énekelni, az menne? Hát rákészüléssel menne, de így egyedül nem szeretek nagyon énekelni. Tehát akkor mondjuk az énekkar tagjaként, akkor ott lehet, hogy hallhatnánk téged énekelni. Igen. Írás szépen írsz? Igen. Ezt valahogy nem tudom, de ezt úgy kinéztem belőle, hogy biztos, hogy nagyon szép az írásod. És a helyes írással, hogy ez? Nagyon jól. Mert hogy én úgy emlékszem, hogy voltál ilyen versenyeken is. Igen, országos nyelvtan versenyen 5. helyezett lettem. Azt gondolom, hogy azért anya ebben azért sokat segített, hogy ez menjen, nem? Igen, meg a tanítónéni tanárnőim is. És mondjuk anya otthon, anya vagy a tanítónéniként is foglalkozott veled? Tanítónéniként is. És ki volt a szigorúbb, a iskolai tanítónénid, vagy otthon anya? Mindkettőjük. És itt azért térjünk itt a végén vissza a focira. Volt már olyan, amikor sírtál, mert esetleg valaki picit nagyobbat rúgott, vagy pont úgy estél el. Tehát ezt hogy lehet megtanulni? Igen, volt már, de nagyon bajom nem lett, és hát ezt
meg is tanultam ebből is. Akkor szoktam általában sírni, hogyha veszítünk. Az első meccsemen sírtam, de megtanultam, hogy nem kell. Ki az edzőtök, és te most melyik korcsoportban játszol? Varga Zoltán és Balla Zsolti, és U12-be játszom. Van más lány is a csapatban? Nincs. Hát akkor azt gondolom, hogy ez még egy pozitív dolog, hogy neked sok sikert kívánok a következő évekhez is, és hát akkor majd eldöntöd, hogy sport, vagy a gyógyítás lesz a te utad. Igen, de én ezt mind a kettőt ki szeretném próbálni.